Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio Podcastje június 24-én hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy milyen okok vezethettek oda, hogy több magyar szurkoló nem jutott el a Skócia-Magyarország mérkőzésre, mert a repülőgépük több órát késett. Amikor én mondjuk megyek valamilyen eseményre, ami nagyon fontos, mondjuk egy koncert adott esetben, én előző nap megyek ki, de a legesleg, hogy mondjam, konzervatívabb módon max reggel megyek ki, pontosan azért, mert bármi közben jöhet. Tehát én például biztosan már délután nem repülnék ki egy még aznapi esti eseményre, pontosan ezért, mert ilyen nagyon könnyen elő tud fordulni, különösen nyáron vendégünk Pető György pilóta. A második blogban azt járjuk körbe Madár Istvánnal, a portfólió vezető makroelemzőjével, hogy miért emelkedett történelmi csúcsra a külkereskedelmi többlet Magyarországon. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist június 24-én. Mielőtt megyünk tovább, egy szolgálati jellegű közlemény, keressük új kollégánkat, aki elemzőként, műsorvezetőként dolgozna a portfólió podcastjein. További információ a portfóliócsoport.hu per karrier oldalon, illetve az epizód elhelyezett linken található. Most pedig folytatjuk a műsort. Több mint 200 szurkoló ragadt Magyarországon tegnap, mert a Stuttgartba, vagyis a Skócia-Magyarország EB mérkőzésre tartó Eurowings gépük nem indult el. Szó volt túlfoglalásról, meg szó volt résidőkről, meg arról is, hogy néhány csomagot rossz gépre tettek. Erről a furcsa helyzetről kérdezzük Pető György pilótát, aki itt is van velünk a telefonban. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban. Jó napot kívánok. Beszéljünk először erről a résidőről, ezt gyakran halljuk, de nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy ez micsoda gyakorlatilag ezt úgy kell elképzelni, hogy van a Európa, és Európában van egy X mennyiségű repülőgép, ami egy nap repül. És az a repülőgép mennyiség, ami van, az nyilván több annál, mint amit a kapacitás mondjuk elbírna, és ezért van egy Eurocontrol nevezetű szervezet, aki összefogja az európai légtér kapacitást és annak a kvázi kiosztását, és ott vannak nagyon nagy teljesítményű komputerek, amik nagyon okosan megmondják, hogy mikor adott helyen mennyi repülő fér át mondjuk egy adott órában. Többnyire ez jól működik. Akkor szokott probléma lenni, hogyha mondjuk az induló reptéren, vagy az érkező reptéren, vagy az odavezető útvonalon valami olyan esemény lép fel, ami miatt korlátozni kell a forgalom áramlást. mondjuk legjellemzőbben nyáron ez mondjuk egy vihar szokott lenni, egy zápor zivatal, vagy esetleg a megnövekedett forgalom. És akkor ilyenkor ez az Eurocontrol nevű szervezet elkezd kiosztani úgynevezett résidőket. Tehát minden adott repülőgép kaphat résidőt. Tehát például a Kokáér mondjuk, Paphosztron mondjuk a példa kedvéért Budapesten jön egy repülőgép, és nem tudom, Szegednél nagy száporzivatal tevékenység van. Ennek hatására a magyar légirányítás a kontroll úgy dönt, hogy itt a időjárási körülmények miatt neki nehezebb lesz a forgalomnak a menedzsmentje, ezért redukálja az óránkénti kapacitást, és megmondja az Eurokontrollnak, hogy adott órában ő most egyszerre csak 18 gépet tud fogadni. És akkor automatikusan ez kell a kompjúterrendszerbe, és a kompjúter elkezdi menedzselni, hogy ez a 18 darab per óra szám kijöjjön, és ezért aztán elkezd kiosztani úgynevezett résidőket, és hát ha pekje van mondjuk egy adott esetben egy utaznak, akkor egy résidő az lehet egy, másfél, akár két órás is, extrém esetben négy órás. Azt olvastam, hogy a beszállás után derült ki már, hogy a résidő miatt a járat nem tud elindulni 7 óra előtt, hanem csak mondjuk fél 9 magasságában, vagy 20 óra 22 perckor, akkor ez is egyébként elképzelhető, hogy beszállás után derül ez ki? Nem, ez az állítás, ez egész biztosan egy hazugság. Azt szokták csinálni a légitársaságok, hogy ők már a résidő ismeretében vannak, még mielőtt az utasok beszállnak, de azért kell az utasokat beszállítani, mert amikor az utas már a gépen ül, és be van csukva az ajtó, akkor a pilóta tud egy úgynevezett ready message-et küldeni, amiben tulajdonképpen jelzi az Eurocontrol számítógépének, hogy ha-hó, bezártuk az ajtót, mi már akár azonnal tudunk menni és ha másli van, akkor a számítógép talál egy lukat valahol, és bepasszírozza oda azt az adott járatot, tehát egy ready message hatására akár nagyon jelentősen is javulhat a résidő, és akár nem. Hát amikor nem, akkor áll elő az a szituáció, hogy a drága utas úttól a repülőgépen akár másfél-két órát, és ott dekkolnak, és várják, hogy javuljon ez a résidő. Mondom még egyszer, van, amikor nem javul a résidő, de, de ilyet csak úgy tudnak kérni erre et ha már az utasok a repülő vannak. Úgyhogy ilyen értelemben ez nem igaz, mert természetesen a személyzet, mind a földi, mind a repülő személyzet, ők már jó előre tudják, hogy idő van. Lehetett túlfoglalásról is hallani ezzel az ügyel kapcsolatban, ami eleve egy érdekes kérdés, hiszen hogyha kiosztják a helyeket, akkor nyilván a kompjúter tudja, hogy hányat oszthat ki. Mennyire gyakori ez a túlfoglalás? Hát ugye a, ezeknél az úgynevezett lókoztoknál ez a túlfoglalás ez azért egy nehéz ügy, mert ugye a számítógép elviekben annyi helyet ad el, mint amennyi ülés van a gépen. Előszokott fordulni leginkább egyébként Amerikában, de Európában azért ez nagyon ritka. Azt mondja, hogy egy, mondjuk egy Eurovigzán hogy fordul elő egy túlfoglalás, ez mondjuk egy érdekes kérdés. Azott esetben mondjuk azt tud történni, hogy eredetileg mondjuk egy Airbus 320-asra tervezték a járatot, mondjuk most ez csak egy példa, nem biztos, hogy ez volt, és utána lecsökkentik egy kisebb méretű gépre a, a járaton teljesítő repülőgépet, és akkor nyilván akkor kevesebb szék van. Tehát azt mondjuk, el lehet egy túlfoglási szituáció. Mondom még egyszer, nem tudom, hogy ez így volt-e. És volt egy harmadik dolog, amiről szintén lehetett olvasni, hogy állítólag hat csomag rossz gépre került, és emiatt le kellett szállnia minden utasnak, és magához kellett vennie a már becsekkolt bőröngyét, hogy kiderüljön, hogy melyik az a hat bőrönd, amelyik nem tartozik senkihez. Ez mennyire gyakori? Hát ez azt gondolom, hogy nem gyakori, hál' Istennek. Ez viszont, hogyha előfordult a, Budapest Airportnál, akkor azért ez egy súlyos, hogy mondjam, ez a Budapest Airportról alkot elég súlyos képet, hogy ilyen kupzaráj hogy ez meg tud történni, de ezért ez ritka. Tényleg nem kívánom a légitársaság, vagy akár a reptér felelősségét elvitatni, mert valóban az ember, ha vesz egy repülőjegyet, akkor elvárja azt, hogy szállítsák el időben. De mégis felmerül a kérdés, hogyha az ember egy meccsre megy, annak van egy időintervalluma, akkor nem érdemese inkább ráhagyni, vagy ha ennyire fontos meccs, inkább előző nap kiutazni, mint sem, hogy bízzunk abban, hogy minden rendben lesz. Hát én azt tudom mondani, hogy én amikor pedig én aztán nagyon gyakorlott utazó vagyok, én azt tudom mondani, hogy amikor én mondjuk megyek valamilyen eseményre, ami nagyon fontos, mondjuk egy koncert adott esetben, én előző nap megyek ide, a legesleg, hogy mondjam, konzervatívabb módon max reggel megyek ki. Pontosan azért, mert bármi közbe jöhet. Tehát én például biztosan már délután nem repülnék ki egy még aznapi esti eseményre. Pontosan ezért, mert ilyen nagyon könnyen elő tud fordulni, különösen nyáron. Tehát akkor most kijelentetjük, hogy nagyon-nagyon rossz csillagzat alatt született ez az egy járat, tényleg rengeteg probléma volt, de mindenképpen érdemes óvatosnak lenni, mert bármikor előfordulhat ez. Én azt gondolom, hogy igen, csak a saját példámat én egy hete jöttem haza, és nem értem hoztam fel ezt a Pafusz Budapest példát, mert ott például kettő órát ültünk a repülőbe a földön, egy, egy részidő miatt, még Pafoszon, aztán amikor leszálltunk Budapesten, akkor a, a, egyik repülőtéri kiszolgálónak egy óra húsz percig tartott előbányászni a bőröndöket a repülőgépből, ami kijutott a futószalagra, a csomagpogyászalagra. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem egyedi esetről van szó, előfordul az ilyen. Még arról kérdezném, hogy azt tudjuk, hogy jár kártérítés bármilyen Európai Uniós állampolgárnak, hogyha pontosan hogy az Európai Unión belül repül, és x órát késik a gépe. De van egy különbség abban a tekintetben, hogyha az embernek mondjuk az egyhetes nyaralása lerövidül három órával, ez se jó, de azért tűrhető, vagy pedig a között, hogy konkrétan egy meccsre megy, és azt fogja lekésni. Kártérítésben lehet-e bármiféle különbség a két eset között? Az a helyzet, hogy ebben a jártérítés műfajban, itt Európán belül nem nagyon hiszek, azt gondolom, hogy elképesztő kitartónak kell valakinek lennie ahhoz, hogy ezekből a cégekből bármi pénz kiszedjen, nem azt mondom, hogy lehetetlen, de szerintem azért ez egy, ez egy komoly emberes feladat, úgyhogy ezért én sok sikert kívánok így láthatlanul is az utasoknak. Az elmúlt percekben Pető György pilótával beszélgettünk a pórul járt szurkolókról, akik ott ragadtak a Eurowings járatán. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen! Mielőtt tovább mennénk a következő témára, Szabó Dániel, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten. A héten ismét sok makrogazdasági adatközlésre figyelünk. Magyarországon kedden az MMB nyitja a sort a háztartások hitelállományának alakulásáról szóló tájékoztatójával. Majd délelőtt szokás szerint az államadóságkezelő központ megtartja három hónapos DKE aukcióját. Ezt követően szerdán ismét az MMB-re figyelünk, amely a folyófizetési mérleg adatait közli az első negyedévből, Ezt követően pedig pénteken jön az adatdömping a KSH-tól, a turisztikai szálláshelyek forgalmával, az ipari termelőjárakkal, valamint a legfrissebb foglalkoztatottsági és munkanélküliségi adatokkal mindegyik májusra vonatkozóan. A nemzetközi porondon leginkább az Egyesült Államokra figyelünk, kedden a Chicagói Fed Indexet teszik közzé, majd ezt követi az FHFA házári index. Szerdán az új lakásépítések és értékesítések számára jelentenek az Egyesült Államokból, csütörtökön pedig Kínából, már hajnalban megnyílik az adatközlési sor, az ipari vállalatok teljesítménye és profit tömegére vonatkozó adatokról számolnak be. Csütörtökön az Európai Fogyasztói Bizalmi Indexet ismerhetjük meg, valamint ismét Amerikára figyelhetünk, ahonnan megérkezik a végleges adat a 2024 első negyedévi GDP-ről. Pénteken Japánban kezdünk, akkor a munkanélküliség és az ipari termelés egyszerre érkezik, majd pedig Európában Németország nyitja a sort szintén munkanélküliségi adatokkal, majd délután jön a legfontosabb piacmozgató esemény a PCI inflációra vonatkozó közlés, amelyet követ rögtön a személyi jövedelmek és kiadásokra vonatkozó amerikai adatszolgáltatás. Hónapról hónapra döntögeti a rekordokat a külkereskedelmi többlet Magyarországon, és egyre inkább azt látjuk, hogy az energiaárak alakulása már nem játszik ebben szerepet, és hogy a belső kereslet élénkülése az, az nem látszik az import adatokban, hogy ez mégis mit jelent, arról Madár Istvánt, a portfólió vezető makroelemzőjét kérdezzük. Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat én is! Két éve még azt hallottuk, hogy óriási lyuk van a külkereskedelmi mérlegben, most pedig történelmi töbletekről beszélünk. Mi ez a hatalmas fordulat? Hát ez egy, ez egy nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi fordulat. Ugye nem akarok nagyon a mély mély történelembe visszamenni, de gyakorlatilag a, az a helyzet, hogy a léman csőd, tehát 2008-9 után a magyar gazdaság külső egyensúlyi helyzet az nagyon megváltozott, és onnantól kezdve kisebb-nagyobb, de az utóbbi időben inkább nagyobb töbleteket produkált a külkereskedelmi mérleg, vagyis többet exportáltunk, mint importáltunk, és ebből jött egy ilyen szinte pokolszerű változás azzal, hogy a nagyon importnak kiszolgáltatott energia mérlegünk gigantikus tomlás mutatott akkor, amikor ugye jött az energiaválság, és az energiaválságban az addig nagyon szép magas többletből lett egy akkora hiány gyakorlatilag egy év alatt, ami hát a forint stabilitását fenyegette, az ország stabilitását fenyegette, tehát egy óriási külső egyensúlydomlás indult el, és amikor ez visszatért ez a fordulat, és elindult az, hogy ezek a hatások, ezek, ezek eltűntek, és a, ugye amilyen gyorsan emelkedtek az energiárok, olyan gyorsan vissza is tért a közel az energiaválság előtti időszakra az energia álszint, akkor igazából ugyanolyan lendületesen elkezdett javulni a külkereskedelmi mérleg. És ami itt egy nagyon furcsa dolog, azon kívül, hogy gyakorlatilag tényleg a mennyből a pokolba, aztán újra a mennybe jöttünk, az az, hogy azt lehetett gondolni, hogy amikor az energia ár, ez valamennyire már stabil lesz, beáll, akkor igazából a külkereskedelmi mérleg egyenlege nem javul tovább. És ami most nagy meglepetés volt, és újabb számolgatásokra késztette a kutatókat, többek között a Magyar Nemzeti Bank szakértőit, az az, hogy ez nem állt meg, hanem ahogy a bevezetőben is említetted, az elmúlt három hónap az a három legnagyobb, valaha volt legnagyobb külkereskedelmi mérleg többletet jelenti a magyar gazdaságban, de továbbra is nő tovább a külkereskedelmi töbletünk, miközben már ez az energia számla már nem kellene, hogy ennyire javítsa ezt. És van tippünk arra, hogy ez miért van így? Igen, van. Ugye még tavaly a portfóliós készített számítást, meg az Európai Bizottság is, és mind a kettő szervezet, tehát mi is, meg az Európai Bizottság is szinte hajszára pontosan ugyanazt állapították meg, aminek a lényeg az nagyjából, hogy nem elegendő az energiamérleg javulása ahhoz, hogy ilyen óriási kölkereskedelmi fordulatot lássunk, hanem az is kell, hogy ebben az időben a recesszió, a beruházások zuhanása, a lakossági fogyasztás visszaesése, az a ezekhez a belső felhasználási tételekhez, tehát a fogyasztáshoz és a beruházáshoz kötődő importigény az drasztikusan leesett. És ez az importigény le leesés az a, hatás, ami igazából belépett az energiamérleg javulása mellé ilyen külső egyensúlyjavításnak, és így történt az, hogy tavaly úgy gondoltuk, hogy ebben az elmúlt két évben ez gyakorlatilag körülbelül úgy néz ki, hogy a felét magyarázott külkereskedelmi javulásnak az energiamérleg javulása, tehát az, hogy visszaestek a gázárak az elfogadható szintre az őrült magasságokból, és a másik felét magyarázza azt, hogy a lakosság kevesebbet fogyaszt, a vállalatok kevesebbet beruháznak, ezért ehhez kevesebb importra van szükség. És ami újdonság, és ezért is írtuk meg ugye erről a cikket, hogy a Magyar Nemzeti Bank megnézte, hogy mi a helyzet ebben az elmúlt négy hónapban, amiről van adatunk az idénre. És az az újdonság benne, hogy szép lassan eltűnt belőle az energiamérleg hatása. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy idén március-áprilisban a tavaly március-áprilisi külkereskedelmi egyenleghez képest, amihez képest még mindig jelentős javulás van, ebben a további javulásban már nincsen szerepe az energiamérleg javulásának, hanem, hanem valójában szinte teljes egészében az import hatás határozza meg ezt a dolgot, tehát hogy kevesebb az import, mert hogy az a gazdaság ugye egy kicsit összement beruházásban, megfogyasztásban, és ez tulajdonképpen az az újszerű megállapítás, ami miatt azt mondhatjuk, hogy a mostani külkereskedelmi egyenleg javulásban valóban igaz az, amit korábban vártuk, hogy hogy hát már nem kell, hogy javítsa az energia mérleg tovább ezt a külső egyensúlyi pozíciót, és nem is javítja, viszont az elmúlt egy évben az import még annyira nem állt helyre, hogy ez még további javulást okozott. Ugye ez az import nem helyreállás, ami egyik oldalról nyilván nem néz ki olyan jól, a másik oldalról meg tovább segíti a külső egyensúlyi töbletünk emelkedését. Ez egyébként azt lehet mondani, hogy meglepő, hiszen azért az elmúlt időszakban a lakossági fogyasztás az egy kicsit már Szorog. sokszor halljuk, hogy óvatossági motivumok miatt a lakosság nem kezdett el rendesen fogyasztani, és valóban ahhoz képest, hogy most már a reálbérek viszonylag gyorsan növekednek, nem is látjuk azt az őrületes gyors dinamikát, de azért mégis van valamiféle fogyasztás növekedés, és ennek ellenére az ilyen fogyasztási célú import nem nagyon lódult meg, vagy legalábbis az import számokból ezt látjuk, és ezért azt gyanítjuk, hogy és az MNB is azt gyanítja, hogy inkább a beruházások döcögése az, ami ami továbbra is ilyen alacsony szinten tartja a behozatalt. Abban helyezt kérlek képbe a hallgatókat, hogy összességében a magyar gazdaság szempontjából a külkertöblet emelkedése az inkább pozitív, vagy inkább negatív? Ugye itt jön az a nagy tanulság mindig, hogy a közgazdászok azok mindig kétkezőek, tehát mindig egyrészt másrészt. Minden folyamatot meg lehet ítélni egyik oldalról valamilyen szempont szerint pozitívan, a másik szerint pedig negatívan. Nyilván értelemszerűen akkor, hogyha egy országnak nagyon magas a külkereskedelmi többlete akkor az biztosan jobb, mint amikor nagyon-nagyon tartósan és nagyon-nagyon hiány van, a külkereskedelmi hiány, hiszen ahhoz képest nyilván nincsen leértékelődési nyomás a forinton. Azt látjuk, hogy a külső egyensúlyi pozíció megnyugtatóan alakul, van egy elég nagy töbletünk ahhoz, hogyha esetleg valami újabb sok kérné a gazdaságot, akkor talán nem omlana össze hirtelen megint ugyanilyen látványosan a, a külső egyensúlyunk. Tehát ilyen szempontból egyértelműen ilyen pénzügyi stabilitási, devizahátfolyam erősödési szempontból ez egy pozitívum, az most túlmutat a mostani podcast keretein, hogyha ennyire jó a külkereskedelmi élegünk, akkor miért nem erősödik a forint. De a másik oldalról meg azt is mondhatjuk, hogy azért ez a külkereskedelmi egyenleg javulás, ami egyértelműen a fogyasztási és beruházási célú import elmaradásából fakad, ott viszont azt lehet mondani, hogy ez viszont a másik oldalról fájdalmas, hiszen egyrészt már nincs olyan nagy szükségünk ilyen óriási külkereskedelmi többletre, és ennek az ára bizony, az, hogy a gazdaság lassabban dinamizálódik. Hiszen az, hogy a beruházások és a fogyasztás nem lódultak meg olyan dinamikusan, mint azt lehetett volna remélni az utóbbi egy évben, az egyben azt is jelenti, hogy, hogy persze, persze, tök jó a külkereskedelmi mérlegnek, de hát azért döcög ennyire lassan a gazdaság, és azért nem akar még mindig egy ilyen látványos lendületet produkálni. Tehát ez a on the other hand, tehát a más részt, be azért már vannak erősen árnyaló kijelentések is, nem kell, hogy ennek feltétlenül olyan nagyon örüljünk. Nyilván nem egy tragédia, amit látunk, de valószínűleg a gazdaságpolitikusok jelentős része ennek a külkereskedelmi többletnek egy részét nagyon szívesen beváltaná mondjuk gazdasági növekedésre. Mit várhatunk a folytatásban? A folytatás rendkívül két arcú, hiszen ahogy említettem, ugye most már, ha reménykedhetünk benne, hogy az energiárak nem szállnak el újra, akkor igazából a meghatározó erő ez a, ez a beruházási és fogyasztási célú import mikor kezd el újra erősödni. És mi azt gondoljuk, meg a Magyar Nemzeti Bank is ezt gondolja, hogy ez most már azért be kell, hogy következzen. Tehát ennél nagyobb csúszást, mint amit most látunk, már nem nagyon várhatunk, hiszen azért mégiscsak arról van szó, hogy a lakosságnak végre van több pénze bevásárolni a gyászos 2023-as év után, utolérték nagyjából a nominális bérek az inflációt, sőt, most már azért összességében nemzetgazdasági szinten azért elbért növekedés van azt gondoljuk, hogy bár a beruházások eléggé döcögnek, de azért ez az óriási lejtmenet azért talán lassan-lassan megáll, és az összességében azt sejteti nekünk, meg mondom az MNB szakértői is most éppen erre jutottak a múlt héten megjelent inflációs jelentésükben, hogy ez az idén is már erősödni fog, és jövőre már elég karakteres hatása lesz, tehát az import növekedni fog, ez rontja majd a külső egyensúlyi pozíciót, tehát ezt az óriási külkereskedelmi töbletet, ezt, ezt elkezdi apasztani. Viszont Ugye van egy másik tényezőnk, amiről még eddig nem beszéltünk, hogy ez a külső egyensúlyi töbletünk, ez úgy alakult ki ilyen óriásira, hogy ezt az ez export nem nagyon támogatta. Ugye többször hallhattuk, az újságokban is talán olvashattuk, hogy a az exportunk eléggé döcög, különös tekintettel arra, hogy az akkumulátorgyártás gyártás az kifejezetten lejtmenetben van, a másik nagy húzó ágazatunk az autóipad is inkább ilyen tennélküli cikcakokat mutat hónaptól hónapra, tehát a két nagy húzó ágazat az nem nagyon húz, ugye erről sokat lehetett beszélni, meg olvasni, hogy a, a nyugat-európai elektromos autó átállása váltná lényegesen lassabbnak tűnik most, mint gondoltuk volna azt egy-két éve, és ezért ugye, az exportunk nem nagyon ment az elmúlt időszakban. De egyébként nem csak ezek az ágazatok nem mentek, hanem a többi ág ipari ágazat sem, ami azt mutatja, hogy azért alapvetően a leges, legfőbb probléma az az, hogy az európai gazdaság lassulása, döcögése az kihatott a magyar ipar keresletére is, külső keresletére is. És tehát, hogyha abban bízunk, hogy azért lassan, lassan, remélhetőleg az európai gazdaság is fordul és elkezd élénkülni, akkor ez viszont egy javító hatás. Tehát a következő egy-másfél évben az külkereskedelmi tendencia az alapvetően azon múlik, hogy melyik hatás jön gyorsabban, és melyik hatás lesz tartósabb. Tehát, hogy a, a belső kereslet, belső fogyasztásnak a az import élénkítő hatása, vagy az export tud elindulni, és a gyárak kezdenek el magasabb fordulatszámon pörögni. Mind a kettő hatást számítunk, tehát ezért azt gondoljuk, hogy nem lesz óriási változás a külkereskedelmi mérlegben. A beszélgetésünk elején elmondott óriási cikk nem kell számítani, hogy most akkor megint lesz egy óriási hiány, hanem azt gondoljuk, hogy lesz egy masszív többletünk, ami talán azért innen már nem fog nagyon sokat nőni, sőt, akár azt is el tudjuk képzelni, hogy azért szép lassan majd elkezd ereszkedni középtávon. Annál is inkább, mert ne felejtsük el, ugye, hogy a következő választás már nincsen nagyon messze, két év sincs már addig, és azért ilyenkor mindig a gazdaságpolitikának is érdeke az, hogy megnyomja egy kicsit a hazai belső keresletet, a fogyasztást különösen annak érdekében, hogy a szavazat maximalizálás logikájának megfelelően a gazdaságot egy erősebb színben tüntesse föl, és láttassa, mutassa azt, hogy van benne dinamika, és ez, ez is azt gondolom, hogy azért inkább az arra utal, hogy a, a belső fogyasztás megélénkülése azért az a következő negyed években egyre inkább tetten érhető lesz, és ez azért előbb-utóbb kihat majd a külkereskedelmi mérleg gigantikus töbletére is. Köszönjük szépen, Madár Istvánnal a portfólió vezető makroelemzőjével beszéltünk. Köszönjük, hogy megint a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm, sziasztok! Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter, új műsorral kedden jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!